tartjuk a táborainkat, általában néptánc vagy népzenei táborok, illetve kézműves tematikus programok vannak. Hát ez több éves együttgondolkodás, mondhatnám munkának is, de ez nem munka, mert öröm az ilyesmit csinálni, tehát ez egy közösségépítő együttlét, ami tulajdonképpen hétfőtől vasárnapig zajlik. Én eleve közösségfejlesztéssel foglalkoztam, most már mondhatom azt, hogy évtizedek óta. Ajkáról indultam, az ajkai Ajkapadrakú táncértés vezetője voltam, és ezek a táncos kapcsolatok, amik akkor alakultak ki, azok éltetik ma is a tevékenységünket. Persze mindig van a generációváltások, hiszen azóta eltelt majdnem 40 év. Hát most itt van egy kiváló táncközösségünk, inkább emberi közösség, mert itt nem csak a táncról szól a történet, hanem egy nagyon komoly ilyen szimbiózis, egy együttlét. Hát most a magyar szürke marháimat itatom éppen. Ez ilyen napos időben fontos feladat, nem szabad elfelejteni, mert mint ahogy mi is, ők is megszomjaznak ilyenkor. Hát van jó néhány ország, őstermelő vagyok, de alapvetően nem haszonszerzési célra tartom őket, hanem inkább ilyen bemutató jelleggel, és hogyha van eladó, akkor persze értékesítem. Olyan is van, hogy házi vágással magunknak készítünk belőle élelmiszereket. Még most nagyon szomjasak már látszik, ez egy bika. Hát a méretéből is megállapítható, azért a bikák nagyobb termetűek. És hát még vannak ilyen apró jelek, amit észre lehet venni az emberi oldalról vagy hátulról megszemléli az állatot. Juhaink vannak többféle is. Rackák, merinói juhok, kameruniak, hogy legyen egy kicsit vendégország is itt a területen. Aztán kecskéink, ezek a bivajok, szürke marhák, baromfifélék, és tartunk disznókat is. Ja, és a lovak, persze. Lovakat azért nem mondom, mert azok nem haszonállatok, hanem az ember társai, tehát egy családi egység részei tulajdonképpen. Ezekkel sok munka van, sok öröm is persze, de hogy mondjam, ha hosszú volt a buli és reggel 3-ig tartott, vagy 4-ig, és majdnem 5-kor értem hazajuk, akkor is éhesek lesznek 7 órakor. Nálunk nem nagyon gazdagodnak meg a takarmányos, a tápos üzletkötők, mert csak saját szemes takarmányt érték, vagy adunk nekik. Vannak közösségi helyeink, kézműves alkotóházunk, egy szép táncház épületünk, amit nemrégiben adtunk át a táncos közösségeknek. Erre lesz egy csárda, ennek már néhány héten belül meg lesz a működési engedélye, és akkor egy hivatalosan működő ilyen falusi fogadó csárda lesz belőle. Itt már épülnek a kiülők, ilyen filagória jellegűek, ezt akár pajtának is hívnám, de inkább színnek, mi nálunk színnek mondják az ilyeneket. Ebben a pajtában tartjuk a képzéseinket, lehet benne konferenciát, szakmai programot tartani, beszélgetéseket, esti táncházakat, egyebeket, és most is egy komoly táncoktatási program zajlik. Ez a pajta egész évben működik tulajdonképpen, hogyha nem tudunk itt a régebben hideg idő miatt, ugye nem lehetett, mert nem volt szigetelve, akkor a faluházban tartottuk a programokat, és tavasztól összig pedig ebben a pajtában. Szinte minden hétvégén valami ehhez hasonló esemény zajlik. Igazán az a szép benne, hogy van egy olyan vendégköre a pajtának, ami alapvetően szakma iránt érdeklődőekből áll. Nagyon sokan vannak ilyenek, akik már itt megfordultak, és ezért nem kell különösebben hirdetnünk, és nem is annyira az ilyen nyitott turizmusból működik a történet, hanem kifejezetten azok járnak ide, akik már megízlelték, vagy akik erre kíváncsiak, táncot akarnak tanulni, ilyenfajta közösségben akarnak részt venni.